Kevés volt az MSZP bocsánatkérése a 2004. decemberi kettős állampolgársággal kapcsolatos népszavazás miatt, jelentette ki az Echo TV kérdésére Szili Katalin Tusnádfürdőn. Az országgyűlés korábbi szocialista elnöke, a miniszterelnök nemzetpolitikáért felelős megbízottja azt mondta, ha az európai szociáldemokráciát képviselte volna a párt, akkor nem lenne nemzet. Szembenézett önmagával akkor a 2004. december 5-e miatt, amikor Mesterházi Attila bocsánatot kért. Ezzel gyakorlatilag ezt a lépést ugyan megtette, de a hétköznapok, a mindennapok politikájában kellett volna hitelesítenie, és itt a hitelesít szót és a hitelességet szeretném háromszor aláhúzni, hiszen ebben hitelessé kellene válnia, hogy vállalja a nemzetet. Ebben nem fér az bele, hogy egyszer úgy nyilatkozik a politikusuk, hogy nem kellene szavazati jogot megadni, másszor úgy nyilatkozik, hogy esetlegesen a választások ezzel felbillenthetők, hiszen mindig is vállalta volna a szocialista párt, és valóban egy valódi európai szociáldemokrata pártokhoz hasonló elveket vallott volna, akkor nem tagadta volna meg se a nemzetét, se nem lett volna keresztény ellenes.